ami pedig a Buckingham palotát illeti, mint egy öreg primadonna, ahogy mutogatja magát fehérben, a nagy érdemű közönségnek. Tagadhatatlan, van benne valami méltóság, vélte Richard Dalloway, és nem lehet egyszerűen megvetéssel kezelni valamit, ami végül is emberek milliói számára egész kis embertömeg várakozott most is a kapunál, a királyt szerették volna látni, ahogy kihajt a palotából. Bármi képtelen legyen is önmagában, jelképnek számít. Annyi biztos, hogy egy kisgyerek valami különbet rakott volna össze az építőkockáiból, gondolta felpillantva Victoria királynő emlékművére. Emlékezett még a királynőre, hogy hajtott végig Kensingtonon, kezében nyeles szemüveg. Nézte az anyáskodva dudorodó feszítő márványtömböt. A horsa utód uralkodása nem volt Richard Dalloway kedve ellenvaló. Szerette a folytonosságot. Szerette, ha valaki valakinek, ha van valakinek érzéke a hagyományok folytatásához. Micsoda korban élt? Hatalmas korban, igen. Csak ugyan egész élete egyetlen csoda. Ezt nem szabad elfelejtenie. Itt megy most is legszebb évei dereken. Itt megy Westminsteri otthona felé. Megy, hogy megmondja Clarissának. Szereti őt. Ez a boldogság, gondolta. Ez az. Ez az, mondta a Dean's Yardhoz érve. Ütni kezdett a Big Ben. Előbb csak a jelzés jött, a zenei előjáték, aztán visszavonhatatlanul maga, az óra. Az ilyen társasági ebédekkel az ember csak elpazarolja a délutánját, gondolta, odaérve házuk kapujához. A Big Ben hangja Clarissa szobájában is eláradt. Ő maga lehangoltan ült íróasztalánál bosszúsan. Lehangoltan. Mert tökéletesen igaz ugyan, hogy nem hívta meg az estéjére Ellie Henderson-t, csak hogy szándékos volt a dolog. Most pedig Mrs. Marsham azt írja, megígérte Ellie Hendersonnak, hogy szól Clarissának, mert Ellie rettentő szívesen jönne. De hát miért kellene neki London valamennyi kiállhatatlanul unalmas nőjét meghívni az estéjeire? És miért kell Mrs. Marshamnak beleavatkoznia az ő dolgába? És akkor itt van még Elizabeth is. Egész napra bezárkozik Doris Kilmannal. Ennél undorítóbbat még csak elképzelni sem tudott volna. Együtt imádkozni, ilyenkor, azzal a nő személlyel, a torony hangkongatása pedig elárasztotta súlyos tömör hullámaival a szobát, vissza-vissza húzódtak a hullámok, hogy aztán feltorlódhassanak. Végig söpörhessenek megint, és Clarissa akkor egészen váratlanul matatást hallott az ajtón, a féle kaparászást. Ki lehet az ilyenkor? 3 óra jóságos ég, mert 3 óra, mert az óra lenyűgöző nyíltsággal és méltósággal vert éppen 3-at, úgyhogy Clarissa nem is hallott mást, az ajtó kilincs azonban megmozdult, és belépett Richard. Micsoda meglepetés! Bejött Richard virágokkal a kezében. Clarissa egyszer kosarat adott neki, még Konstantinápolyban történt, és Lady Bruton, akinek az ebédjeiről azt mondják rendkívül szórakoztatóak, nem hívta meg őt. Richard virágokat nyújtott át neki. Rózsákat, pirosat és fehér rózsákat. De arra már sehogyan nem volt képes, hogy megmondja neki, szereti. Csak így egyszerűen. Jaj, de csodás, mondta Clarissa, s elvette tőle a csokrot. Értette. Értette, szavak nélkül is. Az ő Clarissája értette. Berakta a virágokat a kandallónálló vázába. Milyen csodásak, mondta. És kellemes volt az ebéd? Lady Bruton csak ugyan érdeklődött felőle, hogy van? Peter Walsh hazajött. Mrs. Marsham írt. Hát mindenképpen meg kell hívnia Ellie Hendersont. Ott van fönt megint ez a Kilman nő. De üljünk le már 5 perce, mondta Richard. Minden olyan furcsán üres volt. A székek mind körben a falnál. Mi történt? Ó, hogyne. Az esti? Nem, dehogy is felejtette el. Peter Walsh? Hazajött. Ó, itt volt Clarissánál. És válik. És szerelmes valami nőbe, onnan Indiából. És hogy semmit, de semmit nem változott. Clarissa itt ült, igen. A ruháját javítgatta éppen. Épp Burtonra gondoltam, mondta. Hugh is ott volt, mondta Richard. Clarissa is találkozott vele? Na hát, Hugh tehessége elviselhetetlen már. Nyakláncot vesz Evelynnek, kövérebb, mint valaha egyáltalán elviselhetetlen hólyag. S arra gondoltam, majdnem hozzád mentem feleségül, mondta Clarissa, szinte maga előtt látta Petert.
ahogy ott ül, csokornyakendősen, ott ül, és kinyitja, becsukja a kését. Éppen olyan, amilyen mindig is volt, hiszen tudod. Ebédnél szóba került, mondta Richard, de sehogyan sem tudta megmondani, hogy szereti őt. Csak fogta a kezét. Ez a boldogság, gondolta. Megfogalmaztak Millicent Brutonnak egy levelet a Times-ba. Körülbelül ez minden, amire Hugh alkalmas. Na és a mi drága Miss Kilmanunk? Kérdezte aztán. Clarissa csodásnak találta a rózsákat, hogy először úgy összebújtak, most pedig szépen önmaguktól elrendeződtek a vázában. Szóval beállít Kilman, alig, hogy kész vagyunk az ebéddel, mesélte. Elizabeth elvörösödik. És akkor aztán bezárkóztak, bizonyára még most is imádkoznak. Jóságos ég, nem szerette az ilyesmit, pedig ezek a dolgok elmúlnak szépszerével, ha nem bolygatják. És méghozzá abban a vízhatlan kabátban, esernyővel, mondta Clarissa. Richard nem mondta neki, szeretlek. Csak a kezét fogta. Ez a boldogság, gondolta, ez az. De miért kellene London minden halálosan unalmas nőjét összehívnom az estéjeimre? Mondta Clarissa. És ha Mrs. Marsham tart estét, ő maga dönti el, kit hív meg. Nem igaz? Szegény Ellie Henderson, mondta Richard, egyébként, de furcsa dolog. Hogy Clarissának annyira fontosak ezek az estélyek, gondolta. És Richard sose veszi észre, ha valami megváltozott egy szobában. De mit is akart éppen mondani? Ha túl sokat emészti magát ezeken az estélyeken, nem engedi meg neki többé. És nem bánta-e meg végül is, hogy nem Peter Walshoz ment feleségül? De most már indulnia kell. Már el is késett, mondta, és felállt. Egy pillanatig azonban tétovázott, mintha még lenne valami mondani valója, és Clarissa kíváncsi volt, mi az? És miért? Hiszen ott voltak a rózsák. Valami bizottság? Kérdezte, mikor Richard már az ajtóban volt. Örmények, mondta Richard. Vagy azt mondta volna, albánok? S él az emberben valamiféle méltóságérzés, valamiféle magány. Férj és feleség közt is, ott átong egy szakadék, s ezt figyelembe kell venni, gondolta Clarissa. Nézvén, hogy megy ki Richard az ajtón, mert az ember maga sem mondhatna le erről, vagy a férjét sem foszthatná meg tőle, akarata ellenére, anélkül, hogy elneveszíteni saját függetlenségét, saját önbecsülését. Egy szóval, valami megfizethetetlent. Richard párnával takaróval tért vissza hirtelen. Egy óra teljes pihenés ebéd után, mondta. Azzal elment. Milyen jellemző rá ez is. Ezt mondaná örök időkig, egy óra teljes pihenésed év után. Igen, örök időkig. Csak azért, mert az orvos egyszer elrendelte. Milyen jellemző rá, hogy mindent szó szerint komolyan vesz, amit az orvosok mondanak imádnivaló isteni egyszerűségének. Egy kis megnyilvánulása ez is senki felül nem múlja benne talán. Ezért volt, hogy annak idején minden további nélkül fogta magát, és megtette, amit megtett, miközben ő meg, Peter, azzal töltötték az idejüket, hogy húzakodtak a dolgon. Félúton van már talán az alsóházba, megy az örményeihez, az albányaihoz, miután szép kényelembe helyezte őt, Clarissát a díványon, a rózsáival szemközt. És az emberek azt mondanák erre, Clarissa Dalloway-t elkényeztetik. Egyébként, sokkal jobban érdekelték őt a rózsák, mint Richard örményei. Életlehetőségüktől megfosztva, otthonukból kiűzve, megnyomorítva, kegyetlenség és igazságtalanság áldozataiként élnek. Egyre másra ezt hallotta Richardtól velük kapcsolatban. Nem, akkor is képtelen volt rá, hogy bármit is érezzen az albánok iránt. Vagy mégiscsak örmények? Rózsáit azonban szerette. Ez vajon nem segítség az örményeknek? A rózsa az egyetlen virág, mely elviselhető, levágva. De Richard megérkezett már az alsóházba. Ott ül a bizottságban, miután odahaza sikeresen elrendezte az ő összes gondját, baját. Nem, nem. Sajnos ez nem volt így. Nem látott benne például semmi kivetnivalót. Miért ne hívhatná meg Clarissa Ellie Hendersont? No persze, ő meghívhatja, ha Richard óhatja. Párnát hozott neki. Lefekszik tehát. De miért érzi magát, anélkül, hogy okát tudná adni, hirtelen ilyen kétségbeejtően boldogtalannak? Mintha valaki lejtett volna egy gyöngyszemet, vagy egy apró gyémántot a fűbe, s lázas, igyekezettel hajtogatja félre.
jobbra-balra a karcsú fűszálakat, hiába keresi mindenütt, még végre pillantja, megpillantja ott, ott lent, a gyökereknél. Így próbált ő is végigmenni mindenen. Nem. Nem Sally Seaton megjegyzése az oka, miszerint Richard soha nem lesz miniszter ilyen másodosztályú aggyal. Hirtelen eszébe jutott, hogy ezt mondta. Nem, ez nem izgatta egy cseppet sem. S Elizabeth meg Doris Kilman sem ludas benne. Ezek egyszerűen tények. Valami kellemetlen érzés lapult a dolog mélyén, valami talán még délelőtről. Valami, amit Peter mondott. S ehhez járult még az ő levetsége is. A hálószobájában, ahogy a kalapját letette, és Richard is hozzátett még valamit. S ez csak fokozta ezt az érzést. De mit is mondott? Ott állnak a rózsái. Az ő estéjei? Igen, az ő estéjei. Megvan. Mindketten nagyon inkorrekt módon bírálták őt. Mindketten nagyon igazságtalanul megmosolyogták őt. Valamiképpen az estéjei miatt. Hát ez az, ez az. Nos hát, hogyan védekezzen akkor? Most, hogy rájött mi az, végtelenül boldognak érezte magát. Úgy vélte, vagy legalábbis Péter úgy vélte, szeret felvágni egy kicsit. Örül, ha híres emberek veszik körül. Nagy nevek. Egy szóval egyszerűen snob. Igen, Péter ezt gondolhatta bizonyára. Ami pedig Richardot illeti, ő inkább csak butaságnak tartotta, hogy így belelovalja magát a félékbe, hiszen tudhatná Clarissa, árt vele a szívének. Gyerekes dolog, így vélte Richard. Pedig hogy tévednek mindketten, amit ő szeret? Nem egyéb, mint az élet. Ezért csinálom, mondta, hangosan magában, de mintha az életnek mondaná. És most, hogy itt feküdt a díványon kolostorba zárva, mint egy eleméből kiragadva, egyszeriben eleven élő létezővé vált ennek a valaminek a megléte, melyet oly nyilvánvalóan érzett, ott vibrált az utcáról beáradó felszüremlő hangzatokban, a napfény csíkjaiban, a suttogó, forró rolettákat lobogtató levegőben. De ha tegyük fel, Péter azt mondja neki, jó, jó, de hát ezek az estélyek. Mi értelme van ezeknek az estélyeidnek? Erre csak azt válaszolhatná, anélkül, hogy bárkitől is elvárná, hogy megérti. Áldozathozatal. Ami persze rettentően homályosan hangzik. Nehát kicsoda, Péter, hogy azt állíthassa, az élet egyszerű dolog. Péter, aki örökké szerelmes, méghozzá sohasem abba, akibe kellene, s az ő szerelmei, hát az meg mind mi? Kérdezhetne vissza Clarissa. S már hallotta is képzeletben a választ, hogy ez a legfontosabb dolog a világon, amit egy nő soha meg nem érhet. Érthet. Helyes. De viszont azt, amit ő gondol, azt megértheti-e valaha is férfi? Mármint az életről. El nem tudta volna képzelni például, hogy Peter vagy Richard annyi gondot bajt a nyakába venne, hogy estélyeket rendezzen. Minden ok nélkül. De hogy egy kicsit mélyebbre ássunk, gondolta Clarissa. Le az alá, amit az emberek beszélnek, s milyen felszínesek, töredékesek ezek az ítéletek. Most már az ő saját értelmezését kellene megnézni végre. Mit is ért ő ezen a valamin, amit életnek nevez? Ó, furcsa ez is. Nagyon furcsa. Ott van például ez meg az Dél-Kensingtonban. Valaki más meg fönt? Bayswaterban. S megint valaki más Mayfairban. És ő, mintha szüntelenül érezte volna magában valamennyiük létezését. Azt érezte, mi minden megy így veszendőbe. Azt érezte, milyen kár, meg azt, hogyha összehozhatná őket valamiképp. De hát, összehozta őket. Áldozathozatal volt. Egyesíteni, megteremteni valamit. Áldozat, igen ám, de kinek? Áldozathozatal csak úgy önmagáért talán, akárhogy is, az ő ajándéka, mert semmi mása nem volt. Legyen az bármilyen apróság is akár, csak ez. Nem volt gondolkodó elme, nem tudott írni, még zongorázni se. És összetévesztette az örményeket meg a törököket. Szerette a sikert, gyűlölte a kényelmetlenségeket. Azt akarta, hogy szeressék. Tömérdek butaságot fecsegett össze. Még ma is, ha valaki megkérdezni tőle történetesen, mi is az az egyenlítő, nem tudná megmondani. És mégis, az, hogy csak ugyan egyik nap jön a másik után, szerda, csütörtök, péntek, szombat,
hogy az ember reggelente felébred. Megpillantja az eget. Sétálni megy a parkba, találkozik Hugh Whitbent-tel, aztán betuppan Peter. S aztán ezek a rózsák. Mindez elég volt neki. S ezek után milyen hihetetlen a halál, hogy mindez véget ér. S hogy senki, de senki a világon nem tudja majd, mennyire szerette ő mindezt. Hogy minden egyes pillanat. Nyílt az ajtó. Elizabeth tudta, hogy anyja lepihent, ezért aztán nagyon csendesen jött be. Megállt a szobában csendesen. Csak ugyan igaz, hogy valami mongol hajótörést szenvedett Norfolk partjainál, ahogy azt Mrs. Hilbury mondta, s hogy egy Dalloway hölgy gyermeket szült neki, 100 évvel azelőtt, hiszen a Dallowayok általában mind szőkék voltak, kékszeműek, Elizabeth viszont fekete, kínaias metszésű. A szeme, fakú az arca, lénye keletesen titokzatos, szelíd, töprengő, csendes. Gyerekkorában olyan pompás humorérzéke volt még. Most azonban 17 évesen. Clarissa elképzelni sem tudta, miért egyszerre nagyon komoly lett, akár egy fényes zöldbe burkolt jácint, melynek bimbói még épp hogy csak színesedtek. Jácint, melyet nem ért a nap. Ott állt csendesen, és anyját nézte. De az ajtó félig nyitva volt, és Clarissa tudta az ajtószárny mögött. Ott áll Miss Kilman. Miss Kilman? Vízhatlan kabátban, fülelve minden elhangzó szóra. Igen, Miss Kilman ott állt a lépcsőfordulón, eső kabátban, erre azonban megvolt a jó oka. Először is, az eféle kabátok olcsók, másodszor, ő maga elmúlt már 40, s nem azért öltözött végül is, hogy valakinek tetszen. Mindezen felül szegény volt, megalázóan szegény, máskülönben nem is vállalt volna munkát olyasfajta embereknél, mint a Dalloway család. Jótékonyságukban tetszelgő gazdagoknál. Mert Mr. Dalloway igaz, ami igaz, csak ugyan jóságos volt vele szemben. Mrs. Dalloway azonban már nem. Legfeljebb leereszkedő. Mrs. Dalloway a lehető legsemmire kellőbb osztályból származott. A gazdagokéból, akiknek épp csak valami halvány fogalmuk, ha volt, a kultúráról. Persze tele voltak mindenféle értékes holmival, képek, szőnyegek és a cselédek hada. Miss Kilman úgy vélte, jósan illeti meg mindaz, amit a Dalloway család értetett. Mert máskülönben becsapták mindenütt. Igen, nem túlzás így mondani ezt, mert hiszen egy lánynak csak van valamiféle joga a boldogságra, de ő sosem volt boldog. Mindig csak elesett és szegény. És amikor végre megnyílt volna előtte egy kis lehetőség, Miss Dolby iskolájában jött a háború, ő pedig soha nem volt képes arra, hogy hazudjon. Miss Dolbynak az volt a véleménye, bizonyára jobban érzi majd magát olyan emberek között, akik osztják a németekkel kapcsolatos nézeteit. Mennie kellett, hogy a családja német eredetű. Igaz, a 18. században még Kilmannak írták magukat, a fivére azonban már Angliáért esett el. Őt pedig kidobják, mert nem hajlandó azt állítani, hogy a németek mind gazemberek. Hogy is mondhatná, mikor olyan jó barátai vannak németek, s ő maga is életének legboldogabb napjait Németországban érte meg. S végül is értett valamelyest a történelemhez. Mégis. Ott állt minden nélkül, sok választás nem volt. Mr. Dalloway a véletlenül ismerkedett meg, amikor a kvékereknek dolgozott. És Mr. Dalloway megengedte neki, igazán nagy lelkű ajánlat, hogy a leányát történelemre tanítsa. Tartott néhány esti tanfolyamot is, stb. S akkor történt, hogy a mi úrunk meglátogatta őt, s ezt mondván mindig meghajtotta a fejét. 2 éve és 3 hónapja épp, hogy meglátta a világosságot, és most már nem irigyelte az olyan nőket, mint Clarissa Dalloway. Inkább sajnálatot érzett irántuk. Szívből sajnálta, és megvetette őket, ahogy ott állt a puha szőnyegen, és egy muffos kislányt ábrázoló régi metszetet nézegetett. Ekkora luxusban élni, hol itt a remény, hogy valami jobb jön? Ahelyett, hogy valaki a díványon heverészne, anyám lepihent, mondta Elizabeth. Menne dolgozni inkább, gyárba, üzletbe, pult mögé. Mrs. Dalloway, meg a többi finom hölgyek, mind. Égő keserűséggel a szívében, igen, így lépett be Miss Kilman egy templomba, 2 éve és 3 hónapja éppen.
hallotta a nagy tiszteletű Edward Whittaker prédikációját, a fiúkar énekét, látta az ünnepélyes lángokat leszállni a magasból, s hogy a zene tette, vagy a hangok? Ő maga esténként, egyedül maradva, vigasztalált, egy szál hegedű hangban, a hangzadok azonban fültépőek voltak. Nem volt zenei hallása. Az aklatott szűrzavaros érzések, amelyek ott feszültek, fortak benne még az imént. Hirtelen lecsillapodtak, ahogy a templomban ült, és jól kisírta magát, s aztán felkereste Mr. Whittakert otthonában Kensingtonban. Isten keze, mondta Mr. Whittaker. Az úr megmutatta neki az utat. Így aztán Miss Kilman valahányszor azon kapta magát, hogy feltámadnak benne ezek a fájdalmas zűrzavaros érzések, a gyűlölet Mrs. Dalloway ellen, harag az egész világgal szemben. Megpróbált Istenre gondolni nyomban. Meg Mr. Whittakerre, s a dühöt, mintha elfújta volna valami nyugalom. Erejében édes balzsam áradt szét, ajkai megnyíltak. Ott állt, tiszteletparancsolón, a lépcsőház pihenőjén. Mereven, komor közönnyel nézte Mrs. Dalloway-t, aki lánya társaságában kilépett a szobából.